Sziasztok! Legutóbb kifejtettem véleményemet a Kimitjúban kapcsolatban, sőt, még kérdések is jöttek fel bennem. Újabb kérdések. Miért? Most komolyan őszintén. Én mikor kiestem, akkor ugye első helyezett voltam a szavazók alapján, a szavazatok alapján. Na már most, a döntő hogy alakult? Szavazatok alapján. Hogy? Szavazatok alapján. Igen, szavazatok alapján. Ami azt jelenti, hogy a zsűri engem poénosan kiejtett. Teljesen jó volt, nem? És igazából esélyt nem kaptam arra, hogy valamit is működjek a döntőben, mert ők így döntöttek. Nem is beszélve arról, hogy igazából ennek most mi értelme volt, hogy a zsűri az most mit csinált? Semmit, mert egyszer döntött, mint a többi alkalommal pedig a nézők döntöttek. Na mindegy. Részemről ennyi, majd nézek valami újabb szórakozás után. Én nem gondolkozom azon, hogy a Kimitjúval bármit is kezdjek a közeljövőben. Én nem tartom felnek ezt az egészet, mert egyszerűen esélyt nem kaptam arra, hogy bizonyítsak. Jó, tudom, az első videó nem volt produktív, a második sem, viszont ha ezt így gondolták, akkor miért engedtek tovább? Akkor miért nem írták? Ugyanis amikor feltölti az ember a videót, direkt írnak egy levelet, hogy moderálás alatt van maga a videó. Ha nem tartották produktívnak, akkor hogy mehettem bárhova is? Hogy mehettem középdöntőbe? What? Na mindegy, aki tudja a választ, az nyugodtan írja le, vagy válasz videóban mondja el, mert én nem igazán értem. No, hát ennyi. Részemről ennyi. Úgyhogy legyen csodálatos az égnapotok, használjátok ki a szép időt, a jó időt, és a meleg napsugarakat. Szép napot. Sziasztok!